A pornográfia az jelen pillanatban az első számú szexuális felvilágosító eszköz a világon. De ez abszolút igaz, ez nem csak Magyarországra, hanem teljesen világszerte. És ez azt jelenti, hogy most éppen egy egész generációnyi gyerek a világon az egy olyan tartalomból tanulja meg, hogy mi az, hogy szex, vagy mi az, hogy nő, vagy férfi, vagy mi a kapcsolat nők és férfiak között, amit a pornográfia ipar kitermel magából, mint termék. Ez itt a Tanárnő, kérem. Ez a podcast olyan emberekről szól, akik a jövőért dolgoznak. Innovátorokról, akik nem valamilyen jól menő vállalkozás formájában, hanem az oktatás és a pszichológia területén tesznek azért, hogy közös jövőnk olyanná váljon, amilyennek legszebb álmainkban látjuk. Az én nevem Jós Andrea, és ebben a műsorban inspiráló, bátor és eredményes vizionáriusokkal beszélgetek. Tanárokkal, pszichológusokkal, segítő szakemberekkel, akik egyre jobbá és jobbá teszik a világot. Majdnem észrevétlenül, de most övék a mikrofon. Mai vendégem olyan segítő szakember, akinek az a kiinduló pontja, hogy annál jobban vannak az emberek, és annál kevésbé lelki betegek, minél jobbak, erőszaktól mentesek és egyenlőségre épülnek a kapcsolataik. A pornó jelenségét és kulturális hatásait kutatja, és szerinte a szex tabusítása és magánügyként kezelése vagy mocskosként való említése nagyon káros, mert így a szexiparra marad a gyerekek szexuális felvilágosítása. Vendégem Halász Sári, üdvözöllek a műsorban! Szervusz, nagyon köszönöm a meghívást! Rögtön egy idézettel kezdeném. Egy interjútban így fogalmazol, hogy ha emberi életet szeretnénk élni, akkor a pornó és a prostitúció nem létezhet. Ez egy jó mély merülés most az interjúnkba. Erről mesélsz kicsit? Hogy miért gondolom azt, hogy az emberi élet összeegyeztetetlen a pornó és a prostitúció létezésével? Húha, hát ez egy igen hosszú listája van annak, hogy miért gondolom ezt, de azt hiszem, hogy az alap, amiből kiindulunk, az, hogy annak a pornó és a prostitúció az a szexiparnak a része. Igen. És annak érdekében, hogy egyáltalán létezhessen egy olyan dolog, hogy szexipar, ahhoz a szexnek egy árucikké kell válnia. És ez mindannyiunk számára megtörténik. Tehát, hogy ez nem pusztán azokat érint, akiket azokat a kiszolgáltatott nőket, akiket a pornóban és a prostitúcióban használnak, hanem az egész társadalomra kiterjedve a szexből, ami alapvetően egy pozitív érzelmeink egymás iránti megtestesüléssel lehetne, lesz egy dolog, egy forgatókönyvszerű izé, ami tömeggyártható, ami reklámozható, amivel egy iparban lehet kereskedni. És ennek két nagyon megfogható és állati káros következménye van. Az egyik az, hogy egyre személytelenebbé válik a szexualitás mindannyiunk számára, a másik pedig, hogy egyre erőszakosabbá válik. Tehát mind a kettő normalizálódik. Igen, abszolút. Tehát, hogy és azt gondolom, hogy az, hogy nekünk van egy olyan, van az a képességünk, vágyunk, lehetőségünk, hogy elmélyünk egymásban, kapcsolódjunk, igen. Tehát, hogy olyan érdekes egyébként, akárhányszor interjút adok, az a legnehezebb, hogy olyan szavakat találni a szexre, ami egyébként nem ebbe a keretbe illeszkedik. Igen, ez pont másmilyen, mint amit a narratíva ad. Tehát azt hiszem, tehát ebből is egyébként pontosan látszik, hogy nincs is erre nyelvünk igazából, hogy hogyan beszéljünk szeretkezésről, és nem pedig arról, amit a szexipar lenyom a torkunkon. Világos. Egyébként igen, tehát ez az emberi élet, tehát ebből az idézetből ez a megfogalmazás, hogy emberi élet, ez már önmagában hív egy definícióra, hogy akkor végül is mi az, hogy emberi élet. Talán ide tartozik a méltóság, ide tartozik az, ami bevezetőben elhangzott, hogy egészséges kapcsolatok. Te dolgozol egyéni tanácsadóként is, illetve részt vettél egy programban, ami szexuális felvilágosítást csinál, illetve vállalsz is ilyet a honlapod szerint. Mi az, amitől azt érzed, hogy jól végzed a munkádat? Húha, állati jó kérdéseid vannak. Úgy értem, hogy tényleg így mélyen el kell gondolkoznom hozzá. Hát nehéz.
állati nehéz. Tehát, hogy például egyébként a szexuális felvilágosító munkámban az, amit tapasztalok, az az, hogy amit én csinálok, az egy raktapasz egy 100 milliárd dolláros iparral szemben. Azt mondta volna, hogy szélmalomharc, de a raktapasz az még durvább. Igen, tehát, hogy a maximum, amit én tudok tenni, az, hogy elültetek egy bogarat a fülükben, és ami lehetséges, hogy a gyerekek egy kis százalékának valamikor egyszer 10 év múlva eszébe fog jutni, és esetleg nem meg tudja médeni magát valamilyen erőszaktól, vagy nem fog elkövetni erőszakot. Vagy lehet, hogy azt mondja, hogy valaki azt mondta egyszer, hogy ennek nem is kell fájnia. Igen. És hát az, amit halluk tőlük, az nem egy életkedvet csinálunk valami. Tehát most éppen az osztálytermekben szexualitás, illetve testiség szintjén egyszerűen egy katasztrofális a helyzet. Igen. Tehát, hogy én ma besételek egy osztályba, akkor ott például nagyon komolyan győzködnek engem 14-15 évesek arról, hogy a folytogatás az része a szexnek. És az, amikor én jövök azzal az elképzeléssel, hogy a folytogatás az egy életellenes cselekedet, még akkor is, hogyha szexben történik, az rettenetesen idegen számukra, és nagyon gyakran befogadhatatlan. Uh-huh. És tehát nem találkoztak még ezekkel az elképzelésekkel, és nyilván én akkor érezném, hogy állati jól végzem a munkámot, hogyha kijöhetnék úgy, és azt mondhatnám, hogy na, ez a 15 gyerek, akivel most eltöltöttem másfél órát, ezek nem fogják egymást folytogatni, de ez egy lehetetlen cél. Uh-huh. És épp ezért azt hiszem, hogy az, ami így élhető számomra, mint cél, az az, hogy elmondhassam minden napnak a végén azt, hogy nem rajtam múlott. Tehát, hogy én nem vagyok egy nem tudom, én nem vagyok egy parlament, én nem vagyok kereskedelmet korlátozó szerv, én nem tudom a pornóiparnak a tevékenységét megakadályozni, bármennyire is nagyon sok időmet szentelem annak, hogy legalább kis csorbát lehessen rajta ejteni. És ezért az a lényeg, hogy magammal el tudjak számolni, hogy én nem mentem el mellette. Igen, ez mondjuk így élhető célnak tűnik. Arról még mesélsz, hogy amikor bemész mondjuk egy kamaszokkal teli osztályterembe, vagy egy csoporttal foglalkozol, akkor mivel kell készülned? Mi az, ami... Tehát hogy képzelj el a hallgató, mit kapsz te ott? Mibe ugrasz fejest? Hát horrort kell elképzelni egyébként, és egyébként tágabbról indulnék, mert nem biztos, hogy a hallgatóknak van arról tudása, hogy mi ez a horror, és miért van ott horror. Ez jelen pillanatban az első számú szexuális felvilágosító eszköz a világon, de ez abszolút igaz, ez nem csak Magyarországon, hanem teljesen világszerte, és ez azt jelenti, hogy most éppen egy egész generációnyi gyerek a világon az egy olyan tartalomból tanulja meg, hogy mi az, hogy szex, vagy mi az, hogy nő, vagy férfi, vagy mi a kapcsolat nők és férfiak között, amit a pornográfia ipar kitermel magából, mint termék. Uh-huh. És ez a termék, ezt úgy kell elképzelni, hogy például az egyik a legalapabb aktus, tehát a legenyhébről beszélek, ami minden jelenben megtalálható válogatás nélkül, az az, hogy pénisszel folytogatják a nőket. Uh-huh. És az átlag életkor, amikor egy fiú elkezd pornót fogyasztani, az jelen pillanatban 9 és 11 év között van. Az nagyon fiatal. Az borzasztóan fiatal. Tehát itt semmilyen komolyabb romantikus érdeklődésük, akár fiúk, akár lányok iránt nincsen, remélhetőleg semmilyen szexuális tapasztalatok nincs. Egyszerűen, amikor így elkezdenek érdeklődni az iránt, hogy mi az, hogy testszex, mi az, amit erről hallottak, akár hallottak egyébként azt, hogy pornó, és beírnak a Google-be bármilyen szexuális felvilágosításra kapcsolatos szót, akkor ezt adja ki. Uh-huh. És most éppen egy nagyon nem megnevezett és viszont láthatatlan közegészségügyi krízis folyik éppen e körül, hogy ezen szexuálisan szocializálódnak a gyerekek az egész országban mindenhol. És itt nem csak arra gondolok, amit elkövetnek egymás ellen, de ez is nagyon történik, hanem önmagában arra a szexuális traumára is gondolok, amikor egy 9 éves gyerek érdeklődik a szex iránt, és bekapcsolja a gépet, és 3 kattintással brutális nemi erőszakot lát. Uh-huh. Tehát, hogy ez nem hagyja őt érintetlenül, ez nagyon-nagyon-nagyon komoly sérüléseket okoz neki az empátiára való képességében, az intimitásra való képességében, a testéhez való viszonyában, és ez megbetegítő. Uh-huh. És akkor ez az, amiből én kiindulva azt gondolom, tehát azon a
pilléren állok, hogy ha eljön hozzám valaki szexuális problémákkal, akkor ezek a problémák nem belül benne születtek, hanem valamilyen külső hatás kapta eredménye. Őket. És akkor tulajdonképpen, hogyha bemész egy már kamaszokból álló csoporthoz, akkor gyakorlatilag azzal a hát 5-8 évvel kell már szembenézned, amit ők online láttak és megfigyeltek. Mert én egyébként emlékszem, amikor először láttam pornót, én 7. általános iskolás voltam, és az osztálytársnőm megmutatta a szülei VHS kazettáját. Azt nem emlékszem, hogy mi volt rajta, csak a zavarra emlékszem, az ijegységre, és hogy ezt most nekem miért kell látni, mi történik ott, miért kiabálnak, de, és ez ráadásul ugye a 90-es évek volt, tehát az még nem az a durva tartalom volt, ami már most elérhető. Igen, és ebben most már jóval nehezebb helyzetük van a gyerekeknek, két fronton is. Az egyik az az, hogy tök jó, hogy említetted a VHS kazettát, hogy egy nagyon nagy pornóipari fordulat volt az, hogy régebben el kellett menni pornót szerezni. Tehát, hogy volt a VHS kazetta, később a DVD, jóval előtte még a mozi, vagy egyébként ezek a sarki eldugott szexshopok, és ma már nem így van. Tehát most a pornó megy utána a gyerekeknek. Állat is sok pénzt, nagyon nagy tőkét fektetnek bele olyan technológiai fejlesztésebe, mint amilyen mondjuk a felugró ablakok, tehát az, hogy ne is lehessen kikerülni a pornográfiát, vagy egyébként tényleg az egyik legzseniálisabb húzásuk az elmúlt pár évtizedben az volt, hogy állati sok pénzt raktak abba, hogy úgy nézzen ki az okostelefonoknak a HD videó kapacitása, mint ahogyan most éppen kinéz. Ebben nagyon, nagyon nagy pénze van a pornóiparnak. Wow. Tehát, hogy közvélekedés van, hogy a pornográfiai ipar az internet növekedésének köszönheti azt, hogy mekkora. Ez valójában fordított. Az, ahogy most az internet kinéz, az köszönheti nagy részben a pornóipar befektetéseinek. Bocsánat, itt leállok, mert ez nagyon durva információ. Tehát, hogy ez bennem fel sem merült. Így utólag így értem, de hogy ez egy nagy lobby szervezet, ami folyamatosan tolja a pénzt a technikai eszközökbe is ezek szerint. Abszolút, abszolút. Tehát a technológiai ipar és a pornográfiai ipar, meg egyébként a videójátékipar, ami még ugyancsak nagyon meghatározó gyerekek életében, ezek abszolút kézenfogva járnak. Tehát, hogy egymás fejlesztéseire, befektetéseire támaszkodva formálják azt, hogy néznek ki a hétköznapjaink tulajdonképpen. És ez az egyik, amiben nagyon más az, mint amilyen régebben volt a pornó, bár egyébként azért sem vagyok nagyon oda, de most egy kicsit már hiányzik. hogy jóval erőszakosabb lett. Tehát, hogy ez a növekedés az itt egy abszolút kulcsszó. Tehát, hogy egyrészt technológiailag növekednek, másrészt pedig tartalomban is folyamatosan menni kell egy új felé, egy több felé, egy nagyobb, egy brutálisabb, egy ingerdúsabb felé, aminek az iránya az erőszak. Tehát, hogy az, ami régen, mondjuk, nem tudom, durván a BDSM-nek, hardcore-nak számított, az most totálisan alap. Tehát, hogy volt egy kutatás, ahol megvizsgálták a pornó jelenetnek a tartalmat, és ez már egyébként, azt hiszem, egy évtizede volt, szóval még az sem elég up-to-date, és azt találták, hogy a legjobb értékelt jeleneteknek a 95%-ában erőszakos cselekedetek vannak, aminek a többségét férfiak követik el nők ellen. Wow. Az nagyon sok, nagyon magas adat. Tehát 95% egy mozifilmben, nem is tudom mennyi a korhatáros tartalom, de hogy nagyon kis ezrelék megengedett csak erőszakos tartalomból, vagy így, igen. És azt sem mutatja a kamera. Igen, és egyébként ennek az egyik következménye az, hogy úgy kell elképzelni, hogy bemegyek az osztályterembe, hogy viszont itt mindenféle ilyen játékokat, amik beszélgetésindítókat, például egyébként az egyik eszköz, amit használok, az egy módszertan, amit még az egyesületben, amit említettél, Kardos Bogival dolgoztunk ki, hogy viszont nekik szexuális aktusokat, amikről el kell dönteniük, hogy szerintük ez oké két ember között, ez necces, vagy ez ilyen totál megengedhetetlen, és az alapján kell sorba rakniuk különböző megnevezett aktusokat, és akkor ebből kialakul egy vita, mert nem, ők se szoktak egyet érteni, én se értek egyet velük, és akkor ott rakosgatjuk, meg beszélgetünk arról, hogy mik a faktorok, amik alapján eldöntik, hogy oké vagy nem oké két ember között valami. Mert a vita önmagában nagyon jó, hogy ki tud alakulni. Abszolút, abszolút, és egyébként ezzel így nem is találkoztak azelőtt, és nagyon szokták élvezni, meg szomjazzák egyébként, hogy lehessen gondolatokat erről kifejezni. És akkor én például viszek egy olyat, hogy
Már most próbálok mondani egy podcast kompatibilis példát. Szerintem már elvesztettük azokat a hallgatókat, akik ezeket nem bírják a második percnél. Tehát például egyébként az egyik visszatérő vita, amiben tényleg nagyon heves viták szoktak kialakulni, ez az arcra jelvezés, ami totálisan alapállati népszerű, így végződnek a jelenetek a pornóban, és ennek egyébként a szakneve, idézőjeles szakneve az az, hogy a money shot, ez egy angol szójáték, ami egyszer jelent azért. Tehát, hogy, mert hogy egyébként azzal ellentétben, hogy folyik egy nagyon-nagyon iszonyú masszív pornóipari marketing tevékenység, ami azt próbál meg beállítani, hogy ezek a nők, akiket ott használnak, ezeknek egy ilyen csillogó sztár életük van, és végre megtalálták önmagukat, nem ez történik. Tehát, hogy pár hónapot törtenek az iparban, mert egyszerűen elhasználódik a testük. Tehát, hogy rágja meg, és köpi ki a fiatal nőket a pornóipar tömegével, és akkor az egyik dolog, amit csinálnak velük, az az, hogy a jelenetek úgy végződnek, hogy ritkán egy, de többnyire 3-4 férfi körbeáll egy térdelő nőt, és az arcára jelveznek. És aztán jönnek a fiúk, a 15-16 évesek, és szeretnék akkor ezt utána csinálni. Tehát, hogy a lányoknak van. Abszolút. Tehát, hogy most a lányoknak most éppen azzal kell megküzdeniük minden más egyéb mellett, hogy ők most mit kezdenek azzal, hogy a fiúk az arcukra akarnak elvezni. És tényleg komoly kérdésekről, hogy mi az, amit szerintük ez üzen a partnernek? Vagy mi az, amit ezzel te neki mondasz? A lányoknak arról, hogy mi az, amit a szerelem megér? Hogy mi a szerelem? Igen. Tehát ők nagyon gyakran azzal az attitűddel mennek bele a szexbe, hogy szereted a másikat, akkor természetesen beválasz dolgokat, ami neked egy kicsit undi, azért, mert szeretnél neki adni valamit. Uh-huh. Tehát, hogy azok az alapvetően pozitív, meg jó érzéseik, amik lennének a partnerük iránt, az egy ilyen eszköztárral van felruházva. Uh-huh. Csak túl kell élni. Igen. Méltóságukat sérti, a testi integritásukat sérti, van az a vita, ami iszonyú fájdalmas egyébként, tehát az megszokott engem is nagyon viselni, amikor fiúk kérdezik tőlem, hogy de mit csinálok akkor, hogyha lány megszokott engem is nagyon viselni, amikor fiúk kérdezik tőlem, hogy de mit csinálok akkor, hogyha lányok könyörögnek érte. Yeah. Mert hogy ez is igen gyakori, mert hogy egy előző kapcsolatban, vagy akár egyébként ők is pornót nézve, megtanulják, hogy ez a menő, hogy akkor vagy szexis, akkor vagy nem prűd, hogyha ezeket a dolgokat csinálod, és próbálják megtartani a srácokat, fönntartani az érdeklődésüket, versenyt próbálnak nyerni a pornóval szemben. És ezek nagyon, nagyon mély etikai kérdések egyébként, amikre nincsenek is egyébként ilyen egyszavas válaszok. Tehát én nagyon egészen komoly filozófiai vitákat szoktam a gyerekekkel folytatni ott az osztályteremben, mert hogy az, amivel szemben állnak, az nyilvánvalóan teljesen túlnél rajtuk. És ez a raktapasz effektus, ugye, hogy a maximum, amit tudunk csinálni, az az, hogy egyetem megkérdezik. Amit Pannival veszünk föl, aki az önismereti csoportodba is járt, és hospitált is nálad, és ő röviden fog arról beszélni, hogy milyen is veled dolgozni. Ezt, kedves hallgatók, most a Sári nem fogja hallani, tehát nem is tud rá reagálni, de hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Sári szuper képessége, hogy nagyon empatikus, meg így nagyon figyelt, tehát egy ilyen nagyon érdeklődő. Tehát, hogy én tanultam mellette szexuális felvilágosítást tartani, és amikor beszámol arról, hogy a pornó hogyan erőszakos, és hogy hogyan jelennek benne erőszakos elemek, akkor empátiát gyakorol egyszerre a lányok felé, akik ennek áldozatai, és a pornónéző fiúk felé is. Itt azzal folytatom a beszélgetést, hogy egy interjúban mondasz egy olyan mondatot, vagy egy olyan véleményt, hogy egy párhuzam a fiúk felé is. Itt azzal folytatom a beszélgetést, hogy egy interjúban mondasz egy olyan mondatot, vagy egy olyan véleményt, hogy egy párhuzamat állítasz a versenysport és a pornó között. Tehát, hogy kvázi a benne lévő értékeket fölülírja a hierarchia, meg a pénz, központuság, meg a győzelem, így magát a sportot is
gyakorlatilag nem annyira élvezik, akik részt vesznek benne, vagy egészen más céljai vannak, és hogy valami ilyesmi is az, ami a szexel történik a pornóban. Erről mesélsz még? Igen. Az egyik kulcsfogalom az a növekedés, a másik kulcsfogalom az a verseny. Ez a két dolog, amit a pornó szexbe öltöztetve terjeszt. Tehát az, amit a pornóipar a fiúknak közvetít, az az, hogy a szex az valamiféle teljesítmény, amit folytatnak egyrészt a pornó látott szereplőkkel szemben, másrészt pedig egyébként egymással. Tehát, hogy az, ami egyébként alapvetően 5000 éves gondolat, hogy a férfiak státuszát az adja, hogy milyen nőt tudnak maguknak szerezni, az most így teljesen elszabadult. és ez egy állati nagy nyomást helyez rájuk. Amitől egyébként ők amúgy szoronganak, elég rendesen, és közben ennek a tükörképe az az, hogy a lányoknak ennek kell megfelelni, tehát hogy ők a tárgyai a fiúk versenyének. Egy nagyon nagy probléma, és közben nem is csak egy attitűdről beszélek, hanem itt például fontos az, hogy milyen neurológiai hatásai vannak a pornográfia fogyasztásának. Tehát, hogy az, amilyen módon a pornó oldalak, ezeket a technológiai fejlesztéseket használják, hogy például minden videó után jön még egy, hogy azonnal felsorol neked még ötöt, amit még nézzél meg. Hogy... Tehát a jutalmazás rendszere, az addikció kialakítása. Igen, tehát nagyon jó is, hogy behozod a függészót, erről egyébként folyik egy ilyen belvita pornóval foglalkozó emberek között, hogy most ez függés vagy nem függés, és abban az értelemben nem függés, hogy általában a függőkre gondolunk, hogy ők ilyen beteg emberek, akik genetikailag így születtek, és hát hajajaj, hanem abban az értelemben, hogy 2004-ben olvastam, a pornónak van egy ilyen saját ilyen magazinja, ahol a kereskedelmi ügyeikről beszélnek, mint ahogy nem tudom, a borászoknak van saját magazinja, és... És 2004-ben olvastam, 2004-es cikket olvastam arról, hogy azt látják, hogy az, hogy ilyen marhasok kép van az oldalakon, az olyan függésszerű viselkedést vár ki a fogyasztóból, hogy valahogy nem bírják otthagyni az oldalt, kattintatni. És ez 2004-ben volt, és azóta ezen dolgoznak folyamatosan. Bizony. És egyébként az, ahogyan... Például mondjuk a YouTube vagy a Netflix működik, hogy azt lehet ott hagyni, az is egyébként nagyon sok értelemben pornóiparból jövő fejlesztésekből épült ki. És ez megint csak nem egy belső betegség, hanem egy kívülről előidézett hatás, ami viszont valóban megváltoztatja azt, hogy mennyire tudnak például elköteleződni. Mennyire foglalja a figyelmüket egy nő. Tehát, hogy nagyon sok fiatal fiúval beszélek, akik így állati szerelmesek, nagyon szeretnének így ott maradni, de egyszerűen nem bírja. Uh-huh. Menni kell tovább, menni kell a következőre, már nem elég izgalmas, már unatkozik, és állati nagy ellentmondásokkal és belső konfliktusokkal küzdenek emiatt, mert hogy nem ők az urai időre, már nem elég izgalmas, már unatkozik, és állati nagy ellentmondásokkal és belső konfliktusokkal küzdenek emiatt, mert hogy nem ők az urai tulajdonképpen a saját szexuális ízlésüknek. Hogyha most behozzuk a képbe azokat, akik hallgatják ezt a műsort, legyenek azok szülők vagy tanárok, mondjuk kezdjük a tanárokkal talán, pedagógusként itt nekem is van saját élményem, hogy bemegyek a 8. órára ugye a biológia ezen részét tartani, és olyan kérdésekre kell válaszolnom, amit így nem értek, hogy honnan jön, és mikor leesett, hogy ezt azért kérdezik, mert hogy igazából a pornóból informálódtak, akkor elkezdtem ennek utána olvasni, hogy mégiscsak hogyan lehet erre felkészülni, tehát hogy mit ajánlasz egy pedagógusnak, nem feltétlenül biológia tanárnak, hanem bármilyen tanárnak, hogy hogyan legyen jelen ennek a témának? Hát ezzel dilemmám van, mert egyrésztről nagyon szívesen ajánlok dolgokat, és mindjárt fogok, és másrészt kinéz, arra még azt elrakni, hogy akkor te most így szálljál szembe egyedül a 100 milliárd dolláros iparra. Változtass! Hogy azok a munkaórák, a fizetések, mindenhez az irdatlan felelősség,
Ebben én legszívesebben inkább simogatnám a pedagógusok meg a fejét, hogy nyugi, most már nem kell több mindent csinálni. Ezt ismételjük meg. Igen. Simogassuk meg a pedagógusok fejét, hogy nyugi, nem kell több mindent csinálni, elég jók vagytok, tehát elég Igen. jók vagyunk. Igen. Ezt húzzuk alá, hogy ez így van. És lelkesen csatlakozom bármilyen kezdeményezéshez, ami az a pedagógusok helyzetén kíván változtatni. Tehát, hogy egyrésztről nem szeretnék felelősséget rakni a pedagógusokra, aminek nem ott van a helye, hanem mondjuk a döntéshozásban lenne a helye. Vagy egyébként akár például Európai Unió szinten. Tehát, hogy ezt így egyéni pedagógusokra rakni, az valahol szemétség. És közben meg nagyon sok elkeseredett pedagógussal beszél, akár például Európai Unió szinten. Tehát, hogy ezt így egyéni pedagógusokra rakni, az valahol szemétség. És közben meg nagyon sok elkeseredett pedagógussal beszélek, aki totál eszköztelenül szeretne valamit csinálni. Mert hogy ez egy olyan szakma, amit alapvetően a lelkiismeret hajt. Például egyébként a projekt, amit említettél, az egy 3 éves szexuális felvilágosító projekt volt, ahol egyrésztről kidolgoztunk egy módszertant arra, hogy hogyan lehet erről egyetlen beszélgetni gyerekekkel. Ez a kapcsolódj be, ugye? Ez a cím. Igen. És így lehet, tehát hogy lehet megtalálni online? Kapcsolódj be, illetve turn me on angolul. Uh-huh. Ez az, ahogy meg lehet találni, és ennek a 3 évnek az eredménye egy kézikönyv lett, amit Kardos Bogival kezdtünk el, és aztán Sudár Orsolyával fejezte be, amikor én már elhagytam azt a szervezetet, ahol ezt a könyvet csináltuk, és az pontról pontra beszélni, hogy mit kezdje azzal, amikor erőszakról kell beszélni, és egyébként engem is bátran keresse meg bárki, aki szeretne valamilyen módon támaszt. De az is meg egyébként azt hiszem egy fontos kérdés, hogyha már a pedagógusok általános társadalmi helyzetéről beszélünk, hogy a pedagógusok többségében nők. Uh-huh. Tehát ez egy olyan, tehát mivel gyerekekről való gondoskodásról beszélünk, ezért ez a nőkre van ruházva. Másrészt pedig, mivel nem nagyon hivogató a pedagógus pálya a fizetések miatt, azért egyre inkább középkorú nőkről beszélünk. Uh-huh. És ez az a csoportja a populációnak, akinek fogalma nincs róla, hogy mi van a pornóban. Uh-huh. Teljes joggal. Uh-huh. Tehát, hogy amikor én pedagógusokkal beszélek, és akkor mondom nekik, hogy pornó így, pornó úgy, akkor ők azt hiszik, hogy én a Playboynak a belső oldalairól beszélek. Uh-huh. Nagyon gyakran. Ami pedig ma már szendvicszárul a plázában. Tehát, hogy az a reklámipar. Okay. Vagy egy Beyoncé videóklip. Mi pedig ma már szendvicszárul a plázában. Tehát, hogy az a reklámipar. Okay. Vagy egy Beyoncé videóklip, vagy egy Ariana Grande. Tehát, hogy az, ami régen pornó volt, az ma már simán a popkultúra. Uh-huh. És az, hogy tényleg milyen mértékű erőszakkal találkoznak a gyerekek, vagy milyen mértékű erőszakra önkielégítenek egyébként a gyerekek, vagy tanulnak meg szexuális élvezetet érezni, az totálisan idegen azoknak a felnőttek a számára, akikkel a napjaikat töltik. Uh-huh. És ez további akadályokat szül arra nézve, hogy egyáltalán legyenek felnőttek a gyerekek környezetében, akik tudnak ehhez nyúlni. Uh-huh. Tehát mondjuk akkor az első, akit érdekel ez a téma, akkor kezdjen el olvasni, például akár interjút veled, akár hogyha ezt a podcastot meghallgatja, az már egy nagyon jó első lépés, és egy halássári neked honlapod is van, és hogyha ezt beírek, akkor lehet ott informálódni, egyébként ott vannak anyagok, akiként szeretne valaki egy kicsit jobban elmélyedni ebben. Nézzük a másik szereplőt, ugye kvázi a felvilágosító beszélgetés réme, nem tudom, hogy így a szülőknél mennyire rém, mennyire természetes. Mit tudsz tanácsolni a szülőknek? Hogyan álljanak ehhez a kérdéshez? Hát itt megint a lelkifodást trippel kezdeném, hogy egyetlen szülőknek tanácsot adok, akik miután 8-10 órában dolgoznak mindketten, utána menjenek haza, és még szálljanak szembe a 100 milliárd dolláros iparral, amelyik éppen megeszi a gyereküket. Tehát, hogy itt megint csak nem tudom eleget hangsúlyozni azt, hogy mennyire nem ezen a szinten dől el ez a kérdés. Uh-huh. Tehát, hogy ez nem egyéni családok, vagy egyéni pedagógusoknak lenne a feladata, hogy ezzel megküzdjenek. Szoktam ezt a hasonlatot használni, hogy azt mondani valakinek, hogy küzdjön meg a pornóiparral, az olyan, mint hogyha azt mondanánk, hogy küzdjön meg a légszennyezéssel. Tehát, hogy természetesen nem tudod a gyerekedet megmenteni a légszennyezéstől, akkor... Tehát, hogy
Én abban reménykedem, és ez egyébként amit szülőknek és pedagógusoknak is tudok ajánlani, hogyha elegen leszünk, akik ezt problematizáljuk ezt a kérdést, akkor össze tudunk fogni. És közösségben mindenki jóval erősebb, mint egyedül. És én abban reménykedem nagyon, hogyha lesz elég felháborodott szülő, vagy még nem teljesen kiégett pedagógus, akkor ez egy mozgalommá tud majd nőni, amelyik el tudja kezdeni komolyan védeni a gyerekeket. A szülőknek, hát amennyiben van lehetőségük tenni, van idejük tenni, és van vágyuk is tenni, akkor a legalapabb, amire koncentrálni kell, az, hogy így limitálni a hozzáférést. Tehát, természetesen nem lehet teljesen, tehát ebben is rögtön levenném a maximális felelősséget és a lelki furdalást, mert hogy nem megakadályozható önmagában egyébként, hogyha konkrét pornooldalhoz nem is fér hozzá sose egy gyerek, ami nem szokott megtörténni, akkor is járt moziban, akkor is járt az utcán. Tehát nagyon sok értelemben az utcai reklámok is pornográfak, ami már tanít neki valamit arról, hogy mire való egy nő teste, vagy hogy hogyan viszonyulunk mi egymáshoz. De vannak ezek a programok, amik letétek a pornó oldalakat, hogyha gyereknek kezébe kütyű van. Én egyébként általában a kütyüktől nagyon óvnám őket, tehát hogy minél később annál jobb. Azt látom, hogy nem teljesen elkerülhető, bár csodálatos lenne, de hogy nem pusztán a pornóipar, hanem több ipar párhuzamosan, a játékipar, a pornóipar, a szépségipar, a figyelem egy kereskedelmi eszköz lett, amit, hogyha megszerez egy cég, akkor tőkéhez jut. És erre nincsen a gyerekeknek, nekünk se, de a gyerekeknek pláne nincsen az idegrendszere felkészülve. Az értesítésekre, a villogásra, az ingerekre, és hogyha ebbe még szexuális erőszakot keverünk, akkor az már a totális lehengerlés. És azért én azt mondanám, hogy itt a konkrét megfoghatónál elkezdeni, tehát hogy minél kevesebb kütyű, ha már van kütyű, azon letiltott tartalmak, és akkor utána megyünk tovább arra, hogy teljesen alapnak venni azt, hogy a gyerek fog találkozni pornóval, ha még nem találkozott. És ebből kiindulva beszélgetni. Minél előbb, annál jobb elkezdeni beszélgetni arról, hogy van a szeretkezés, ami egy tök jó dolog, és amire teljesen oké vágyni. És van itt, egyébként én konkrétan meg szoktam gyerekeknek nevezni, van itt egy csúnya, rossz, gonosz ipar, amelyik ezt megpróbálja elrontani és elrabolni. Igen, ez mondjuk eléggé szét van választva, így igen. Tehát hogy én egyébként azt is, én is így szoktam a gyerekekkel beszélgetni, még konkrétan állam szoktam ők beszélgetni, hogy a szex az marha jó, és pont ezért para a pornóipar, mert hogy azt rontja el. És én beszélgetnék a gyerekekről nagyon nyíltan a saját testükről, beszélgetnék velük a erőszakról, állati fontos. Az egyik legrémisztőbb hatása annak, hogy a pornó nőnek fel a gyerekek, az, hogy amikor én beszélgetek velük erőszakról, akkor ők nem is az van, hogy nem tudják, hogy mi az erőszak. Tudják, hogy mi az erőszak, csak nem gondolják, hogy ez rossz. Tehát, hogy és ez azért egy jóval nehezebb kérdés. Ha csak el kéne magyaráznom, hogy mi erőszak, akkor jóval egyszerűbb foglalkozásaim lennének, de nem itt van a probléma, ott van a probléma, hogy az erőszak szexi lett. És kívánatos, és izgi, amivel fel kell fűszerezni a szexet. És hát nem mondom, hogy ezek könnyű beszélgetések, hát arra senki ne számítson. Meg azért ez feltételez valamiféle kapcsolatot a saját szexualitásommal, tehát hogy egyébként ezt a biológia órán is észrevettem, hogy nálam tudnak kérdezni ilyen anonimman, így elterik 3 vagy 4 órán keresztül erről beszélgetünk, és a legvégén mindenkinek kell írni kérdéseket, de úgy, hogy kérdezhet bármit azt is, hogy milyen színű az ég, vagy hány szék van a teremben, de hogy írjon. Ne legyen az, hogy shamingelik egymást, hogy ő írt, ő meg nem.
És elképesztően ki vannak éhezve a személyes információra. Tanárnő mikor vesztette el, tanárnő szerint milyen a jó, tanárnő szerint mikor jó, tanárnő szerint hogyan, tehát hogy a személyesség, és ehhez tényleg, tehát hogy nekem fel kell tudnom például azt vállalni, hogy hú, kedves diákok, ez egy olyan kérdés, amitől még én is elpirulok. És hogy tök oké tanárként elpirulni a gyerekek előtt. És ez viszont nem ment kezdő tanárként még, mert azt gondoltam, hogy a tanár az így megmondja a dolgokat, azt gondoltam, hogy a tanár az jobban tud. De hogy azért ennek, tehát hogy ez ilyen beszélgetést akár tanárként, akár szülőként biztonságos közegben lehet jól. Abszolút, és egyébként én nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mivel hogy én nem én megyek be másnap matekórát tartani. Tehát, hogy ezért nekem velem jóval könnyebben beszélgetnek a gyerekek. Tehát, hogy én bemegyek, azt mondom, hogy szevasztok, itt vagyok, egy felnőtt vagyok, jöhet bármilyen kérdés, nem fogom senkinek elmondani, és akkor így öntik. És az igen, és akkor jön a, hogy kell az anált úgy csinálni, hogy ne fájjon, nagyon gyakran kérdeznek lányok, állatra szégyellik a nemi szervüket, hogy milyen intim tornával lehet feszesebbé tenni, hogy kell véglegesen szőrteleníteni, tehát szörnyű az a helyzet, amiben ők vannak. Tehát az a tényleg az a konkrét, megfogható reklámiparon tetten élhető test utálat, amiben ők élnek, az nagyon, nagyon, nagyon fájdalmas. Na, most elhasználtam a gondolat, mert tehát, hogy én elkezdtem el. Hogy amikor bemész, akkor neked a... könnyű a dolgot. Ja, igen, köszönöm szépen. Szóval, hogy nekem könnyebb dolgom van emiatt, és egyébként nagyon fontos, amit mondasz, a saját testismeret, mert hogy mivel egyébként, ugye már említettem, hogy a pedagógus társadalom elsősorban nőkből áll, és egyébként, hogyha megnézzük a családoknak az életet, ott is az intimebb beszélgetéseket általában nők végzik gyerekekkel, és abból indulunk, hogy erre az egész beszélgetésre köztünk például a pornóról azért van szükség, mert rengeteg nőt ér szexuális erőszak. Tehát itt most ugyanazokról a nőkről beszélünk, akiknek most hely kéne ezekben a beszélgetésekben állni gyerekeikkel, akiket már erőszak ért. Uh-huh. És állati nehéz nem idegen terhet rakni a gyerekeket, tehát nem a saját traumáidat, a saját félelmeidet átadni neki. Uh-huh. És ezért én több párhuzamos fronton folytatnám ezt, tehát hogy én azt gondolom, hogy a felnőttnőknek is nagyon nagy segítségre van szükségük ahhoz, hogy egyetlen ők ezekkel a tapasztalatokkal minél kevésbé terhelten létezhessenek a világban, hogy aztán egyébként tudjanak a gyerekek rendelkezésére állni. Nagyon izgalmas a beszélgetésünk. Ezen a ponton, hogyha sikerül fölvenni, ezen a ponton meghallgatunk még egy bejátszást, amire Sárinak nem lesz módja reagálni, mert ezt utólag vesszük föl, de Réz Anna kollégád mond néhány mondatot arról, hogy milyen is veled dolgozni. Amiben a Sárival belekezdtünk, az hát nagyon-nagyon remélem, hogy egyszer majd egy ilyen igazi társadalmi magát, és az a témája lényegében, hogy hogyan védjük meg a gyerekeinket a pornótól. És itt van közöttünk egy szereposztás, mert én tényleg, ugye a Sári ezt a témát már nagyon-nagyon régóta kutatja, és ami azt illeti, hogy nem csak a gyerekeket, hanem az egész világegyetemet szeretné megmenteni a pornótól, szóval neki már ez is túl szerény célkitűzés. Nekem viszont, ahogy nőnek a gyerekeim, most még az egyikük óvis, a másikuk kisiskolás, de már láttam, hogy ez az egész történet így jön, hogy pár év, és ezt valamilyen módon kezelnem kell, és bennem volt egy ilyen nagy felhorkadás, hogy valamit muszáj tennünk, hogy mire ők oda jutnak, hogy a pornó kijöjje belőlük azt a fajta empátiát, meg bizalmat, meg a, hogy is mondjam, a saját testükhöz, meg a saját szexualitásukhoz érzett közelséget, meg szeretetet, meg elfogadást. Előtte olyan jó lenne, hogyha tudnánk valamit tenni ez ellen. Azzal a kérdéssel folytatnám, amiről már egy nagyon picit beszélgettünk, de hogyha pozitív jövőképet szeretnél festeni, akkor az hogy néz ki? Mi az, amit így
tudunk tenni, amit te látsz, hogy tud történni, és mi tud ebből kinőni? A pozitív jövőképről nekem egy nagyjából az a koncepcióm, hogy így kitűzök egy ilyen célt, amit igaznak tartok. Tehát, hogy én mindenre, amiről mi most beszélgettünk, én szerintem az egyetlen épeszű válasz az, hogy a pornót be kell tiltani. Minden, ami ennél kevesebb, az valamilyen módon hazugság. Tehát hogy ott valami olyan kompromisszumot kötöttünk, vagy valakit hátrahagytunk, akit nem lett volna szabad. És akkor itt van ez a nagy cél, ami egy ilyen totál elérhetetlen utópiának tűnik, és én olyan dolgokat szeretek csinálni, leginkább emberekkel közösen, ami valamilyen módon ebbe az irányba visz, még akkor is, hogyha nem annyira érzékelhetően. Uh-huh. Például elválasz egy podcast beszélgetést erről. Például nagyon köszönöm a lehetőséget, éket ezek engem borzasztóan lelkesítenek. Tehát, hogy ez az, ami így ad tényleg bármilyen nemű erőt ahhoz, hogy aztán elmenni gyerekekkel arról beszélgetni, hogy hogyan bántják egymást szexuálisan a WC-ben. Ez akkor lenne kibírható, hogyha nem empatizálnék velük. Arra meg nem vagyok hajlandó. Uh-huh. Tehát, hogy mivel empátiára érdemesek, ezért empatizálok velük, úgyhogy azért aztán küzdök azzal, után törzs magad, igazából. Igen. Hogy ez rendkívül fájdalmas. Uh-huh. Igen. És hívnak meg, ahol szülők ezt megszervezik, összefognak, ami különböző irányba hívogatnak engem egyébként emberek, tehát tényleg a politikai paletta ilyen és olyan végéről, egyszerűen ez valahol egy olyan téma, ami mindenkit megérint, és egyébként léteznek a világban kezdeményezések jók. Most például egyébként, és tökre örülök neki egyébként, hogyha ez van kedved, hogyha átküldöm neked a linket megosztani, van itt folyiképpen egy petíció a Pornhub ellen, amelyik a világ legnépszerűbb pornoldala, azt követelik, hogy csukják le. Uh-huh. A követelés az nem kevesebb, mint hogy Pornhub szűnjön meg, hozzák a bizonyítékokat arról, hogy emberkereskedelem áldozatai vannak fönn az oldalon, hogy 14 éves lány úgy találnak meg, hogy fönn van a Pornhubon róla 50 videó, jelentkeznek újra és újra a nők, akikkel a pasiuk visszaélt, fölkerült oda a videó. 14 éves lány úgy találnak meg, hogy fönn van a Pornhubon róla 50 videó, jelentkeznek újra és újra a nők, akikkel a pasiuk visszaélt, fölkerült oda a videó, és a többi, ami egyébként már azért is szerintem egy marha jó eszköz ezeket a történeteket megfogni, például amikor egy 14 éves kislányt elrabolnak, vagy amikor valakinek akaratlanul került fel a videó, mert ez előre tudja vinni azoknak a nőknek is az ügyét, akikkel nem ez történt, hanem akik már ebbe születtek bele, akiknek soha semmilyen más lehetőségük nem volt, akiknek soha semmilyen más elképzelésük magukról nem volt, hogy mi lesz az életükkel, és akiket hagyományos értelemben nem vennénk áldozatnak, hanem egyszerűen a körülményeiknek az áldozatai. Nagyon nagy mennyiségű nő van így fönt a Pornhubon. Uh-huh. És szóval ez például egy állati jó kezdeményezésnek tartom, és minél több ember aláírja ezt a petíciót, annál jobb. Ez rendesen nem. Sokat keresnek meg engem emberek azzal, hogy na, akkor dolgozzunk azon, hogy megvédjük az iskolákban a gyerekeket, akik nézik a pornót. És én mindig elmondom, hogy én imádom, csináljuk, lelkes vagyok, én nem vagyok hajlandó úgy csinálni, hogy nem küzdünk azokért a gyerekekért is, akik fönn vannak az oldalakon. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy amennyiben gyerekekről beszélünk, akkor mind az összes gyerekről beszélünk, arról is beszélünk, akinek más a bőrszíne, arról is beszélünk, aki szegényebb nálunk. Uh-huh. És ebben Magyarországnak abszolút kiemelt helyzete van, tehát hogy a pornó gyártásának az egyik fővárosa az Budapest. Továbbra is. Erről már hallottunk. Igen, tehát a Budapest szegénységével gyártják le azt, ami majd Amerikában pénzt csinál ebből. És én azt gondolom, hogy akkor teljes a kép, hogyha mindenkit megnevezünk benne. Hát, ha a jövőképet nézzük, és azt mondjuk, hogy oké, akkor a pornó be lesz tiltva, szerintem ennek a zászlaja alatt szívesen gondolkodunk, vagy hát, hogyha így ezt elképzeljük, és ebből föltöltődünk, akkor az talán ad valamennyi muníciót így a hétköznapokra is.
Én nagyon köszönöm, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést, és hát nagyon sikert kívánok a munkádhoz. Ebben a műsorban szokott egy ilyen rész lenni a legvégén, hogy mondjunk egy ilyen záró üzenetet, de azt hiszem, hogy itt azért elhangzott egyrészt, hogy tiltsuk be a pornót, másrészt pedig az egész beszélgetés az szerintem ilyen nagyon szemnyitogató, úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy velem kötötted ezt a 45 percet. Én köszönöm a lehetőséget, és nagyon sok kitartást kívánok mindenkinek. Köszönöm. Kedves hallgatom, nagyon köszönöm neked is, hogy ma velem tartottál. Én Jós Andrea vagyok. És ha tetszett a műsor, akkor kérlek értékeld azon a felületen, ahol meghallgattad. Írd nekünk visszajelzést. Ez ugyanis sokat segít nekünk, készítőknek, és másoknak is megkönnyíti, hogy megtalálják ezt a podcastot. Jövő héten újra jelentkezik a tanárnő, kérem. De ha nem bírod ki a következő adásig, vagy támogatnád a munkánkat egy lájkkal, vagy akár egy megosztással, akkor kövess minket a Facebookon és az Instagramon, ahol friss híreket és érdekességeket találsz a műsorról és a vendégekről.